Innen elindulunk, és akkor a pálya felé teljesen be tudunk lengeni. Hey man, you remember Stephanie's little cousin? Yeah, a little feminine motherfucker, you used to be scared of the football. Na sziasztok, köszöntök mindenkit a legújabb videóban, egy extra kis ötlettel érkeztem most nektek. Nagyon régóta már a fejemben van ez, Hámori Tomi találta ki egyébként, és egy kicsit felkeltette az érdeklődésemet, nem hagyott nyugodni, és sajnos nem volt rá lehetőségünk, hogy ezt megcsináljuk, viszont most eljött az idő, nem tudjuk tovább halogatni, egyszerűen meg kell valósítanunk, ez nem állapot, hogy mi is ez az ötlet. Elmondom, hogy mi kell hozzá. Jó sok kötél, igazából egy vasdarab, és egy magas pont, ahova ezt a kötelet ki lehet kötni. Igazából ennyi kell hozzá. Szerencsére a magas pontunk az megvan, és egészen stabil, ez a csarnoknak a teteje lesz. Vascsövünk is van, és kötelünk is, de hogy biztosra menjünk, hogy 1000%-ig biztonságos. Hát hintát. Kimondtam. Hintát szeretnék építeni. Hogy szóval, hogy 1000%-ig biztonságos hinta legyen, ezért eljöttem most a boltba kötelet venni. Nyugi, nem fogom felakasztani magamat még. Itt vagyunk, bemegyek. Veszek valami masszív kötelet. Fel is csapom a Ride Zone maszkocskát, ami egyébként hamarosan a webshopban is elérhető lesz. Vaj, de jól nézhetek ki, mi? Azt figyelj, azt kötnénk fel. Ha itt van minden jóság, az komoly lenne, öcsém. De hogy ez nekem nem tűnik túl biztatónak. De ez a legvastagabb. Mindegy, jó lesz. Hogy ez, az elég olyan? Ezt ajánlották, igaz, én 15 métert szerettem volna, ez csak 10, de hoztam belőle kettőt, majd máshogy lesz megoldva, mint ahogy megterveztem, de a lényeg megvan, van két karabinerem, meg két ilyen, mi a picsám, ez, ebből is van kettő. De nekem ez nem tetszik annyira, mert én ezt kicsit gyengének látom. Hát, nem tudom, hogy látjátok-e, pillanat türelmet kérek, 150 kg a maximum, és egy ilyen hegymászó csávó át van húzva. Szerintem ez jót jelent, úgy gondolom, hogy jó kötelet vettem, de legalább UV fény pluszos, meg hóesés pluszos, plusz-pluszos. Ennyi. Azért ezt duplán fogom kötni. Én ebben nem bízok meg annyira, de lehet, hogy triplán. Na menjünk, kezdjük el a bulit! Most már kezdek szédülni, ez sok lesz. Nagyon kimegyünk. Mi utat papának hintát akarok csinálni! Csak szerintem kancsi ez a macska, szerintetek is. Innen nem néz ki annak, innen nem néz ki. Szerintem olyan... Na itt vagyunk, itt a hely, valamelyik tartó gerendára fogjuk felfüggeszteni a hintát. A két hatalmas nagy fegyverhordozómmal. Kori és Kende. Nézzétek, ezt figyeljétek. Köszönöm szépen, nagyon rendes. Jaj, nagyon rendes tőlem. Van ez is. Köszönöm szépen. Igazán rendes uram. Na, köszönöm szépen segítséget. Viszontlátásra. Szerintem az egyik megoldás az lenne, hogy el is tudjunk indulni, hogy ide fentre, nézzétek, oda, és akkor onnan fentről, ahol éppen Kende, hát bugyiban ugrál, onnan el lehetne indítani magunkat, és szépen belengeni akár idáig. Ami extra veszélyes, ugyanis a földtől egy 5-6 méter magasságra leszünk, de hát szeretnénk veszélyesen élni. Ezért kell maxi biztonságosra megcsinálni az egész hintát, nehogy bármiféle komplikáció legyen. Felnyitjuk a garázskaput, és egyszer csak a hintával kijövök így a kapun, így a falon, és a levegőben vagyok, tök jól néz ki, a csarnok oldalából így egyszer csak kijövök, egy ilyen fotót szerettem volna csinálni, de az a probléma, hogy szerintem ez nem lesz kivitelezhető, ugyanis ebbe a kis garázskapu eszközbe beleakadna.
Közben itt azért vannak ezek a raklapok, mert építjük a szivacsgödröt, szeretnénk majd raklapokból megcsinálni az oldalát, és feltölteni szivacsal, ott lesz majd az eldobó, és akkor lehet majd így ugrálni bele. A harmadik opció pedig az, hogy oda kötjük ki arra, és olyan hosszú kötelet hagyunk, hogy fentről a korlátról bele lehessen ugrani, és így egészen idáig fel lehessen jönni. Megérkezett a többi. Én ezt terveztem felakasztani, majd felkötni. Ez kicsit lehet, hogy széles lesz, lehet, hogy ennél egy rövidebbet kell. Valamint a fánknak van egy kötele, amit szerintem nagyon jól fel lehetne használni, ez 15 méteres. Ez csak 10. Ez csak 10, bizony, akkor de úgy szeretném csinálni, hogy kibiztosítjuk, hogyha az egyik kötél esetleg netán elszakadna, akkor se történt egy ilyen probléma, ugyanis a másik kettő akkor fogni fogja. Szerintem ez lesz a fő, ezzel, ha meg tudjuk csinálni, akkor utána majd kibiztosítjuk azzal a két 10 méteres kötéllel, és ezzel tudunk tesztelni most, hogy hova fog elférni. Juhu. Hallod, lábúj fej? Az lenne a feladatod, hogy ezt át kéne dobni. Ott! Ah, ez fejlíz. Na, azt megnézem. Vigyázz a fejedre. És azt szerinted ez így jó? Ez úgy nem lesz jó! Amúgy nem volt olyan rossz, na de figyelj, hogy kell. Kori, megpróbálod te is? Egy dolgot kérek, csak a lámpát ne verjétek le. A lámpa maradjon. Na lássuk, uff. Igen, ez már jó. Vigyázz onnan mögül le szerintem, Kende. Hol van? Na jó van, fiúk. Köszönjük a próbálkozást. Én jövök. Hát az nem ment olyan jó. Na most ezt választottam inkább ki. Innen fentről el tudunk indulni. Ki az a fél pár cipő? Enyém. De ott van így. Innen elindulunk, és akkor a pálya felé teljesen be tudunk lengeni. Tök jó. Lássuk! Ó, majdnem meg volt. Még egyszer. Majdnem, de milyen közel. Milyen közel. Ez így fog majd egyszer csak kinézni. Oh! Zuzu, de azt onnan kell, a tetejére. Ezt te kimered próbálni majd? Nézel meg, hogy mekkora hallod, ezt láttad? Nézem. Bemész oda két teljesen a boxot. Én igen. Oh! Jön a második réteg. Azért nem bízzuk a véletlenre. Ez így még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon életveszélyes. Hát, hogyha lesz rajta még egy, akkor is életveszélyes lesz, de kevésbé legalább. Na, arra a csomóra egy semmilyen kíváncsi vagyok. Szép csomó. Hát ez nem... Na figyeljetek, YouTube tutoriálon megnézzük, hogy hogyan kell csomót kötni. Aztán itt is vagyunk. Ez... Jól néz ki. De azért majd még megnézzük egy csomó szekért, hogy fel fogok hívni. Ha van ilyen. Figyeljed ezt, ilyet még soha az életben nem láttam. Mert olyan rossz. Jó. Jó, sikerült. Itt van, de az a szomorú hírem van. Hogy nem elég hosszú a kötél. Nem elég hosszú. Ez stabilnak tűnik szerintem, teljesen stabilnak tűnik. És ez? Ez is teljesen stabil, szerintem ez nem veszélyes. Na lökjük el. Na lök, de nézzük meg, hogy néz ki. Ott az amúgy veszélyes, ha valaki ott ül rajta. Szerintem tök jó. Na, Zozó kezdik. Csak akkor mehettek, hogyha alá van szivacsozva, most így nem. Szóval lehet hozni a szívacsokat szépen.
Magasan vagy? Mernél meg gyorsabban menni? Ülve. Kivárnél próbálni ülve? Kipróbáljam. Na majd utána, megnézem, hogy milyen, és utána majd akkor, hogyha biztonságos, akkor te is jöhetsz. De így nem olyan rossz szívat serkezni, nem? Nem, sokkal jobb. Nem érzed magad veszélyben? Igen? De csak azért, mert én extrém csábú vagy, nem? Mondjuk Kornél még extrémebb, ahogy nézem. Szajtó! Ja, hogy volt alatt a szivacs? Ez így nem is para. Akkor próbáld ki! Na, Lajcsi király! Lajcsi király! Hát igen, a gyerekek játszanak. Itt a legnagyobb gyerek. Jó lett, de biztonságos ahhoz képest, amilyen sketchinek tűnik. Lehetne sokkal jobbra megcsinálni. Kende! Jó! Lehetne sokkal biztonságosabbnak, kinézőnek megcsinálni, de így is egészen biztonságos. Kivéve akkor, hogy ott maradsz a közepén. De amúgy meg egész jó. De hát ez nem állapot, ez nem. Tudnál közben fagyit enni? Ja, amúgy tudnék. Fagyit enni közben? Persze. Mi közben? Hintázás közben. Ja, igen, a közben. Beszélés közben nehezebb lenni. Egyszerre nem tudok beszélni, meg fagyit enni. De nézzétek, milyen... Akasztót fejlesztettek ki, megfogják ezt a pumpával, vissza tudják húzni. Igen, tanul ez a nép, tanul. Az a helyzet, hogy nem volt elég a rendben, ezért egy széket ide rakni, mert még több legyen. Figy! Lemered szaltózni? Jól néz ki. Szerintem le lehet simán. De hát akkor onnan indulj. Indulj onnan, nézd. Ez a kihívás. Hát jó, de normálisan. Ez nagyon gyenge volt, de jó volt. Ez volt az óriási intens videó. Hogyha tetszett, akkor dobd rá egy lájkot. Iratkozz fel a csatornára, jönnek a következő videó. És a kommentekhez írva, hogy milyen ötletet valósítsunk még meg. Csösztök! Oh. Segítség! Oh.